2015-ben különleges projektet indított útjára a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Céljuk az volt, hogy felélénkítsék a németek lakta településeken működő intézmények és civil szervezetek közötti együttműködést, és lendületet adjanak a közösségi életnek. A közös munka nyomán kézzelfogható értéket hozzanak létre a településeken. Így jött létre a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által is támogatott német nemzetiségi tanösvény. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban határozta el, hogy Szekszárd városában is milyen jó lenne német nemzetiségi tanösvényeket létrehozni. Céljai között ugye szerepel az, hogy azt az egyediséget mutassuk be a tanösvényeken keresztül, ami kizárólag csak arra a településre érvényes. Ugye a német nemzetiség történelmében, hagyományaiban vannak olyan hasonló dolgok, amelyek már sztereotípiákká váltak, de ezt a tanösvény nem preferálja, hanem pontosan az a lényeg, hogy megtaláljuk az adott településen a különlegest, az egyedit, és csak abban a városban, illetve településen előforduló hagyományokat. Az elmúlt 6 évben 11 tanösvény nyílt meg az országban. Tolna megyében 2019-ben elsőként Bátaszéken. Idén elkészült a szekszárdi tematikus útvonal terve is, melynek vezérmotívuma a szellemi közösség egymás mellett élés lesz. A közösségi munkát a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat koordinálta. Nagyon sokan vettek részt tavaly ebben a munkában. Nagyon sok kollega, nagyon sok ember kapcsolódott, és egy kis közösséget alkotva kialakítottuk azt a motivumot, amelynek mentén megtervezhettük a tanösvény témáit. Ennek a kitalálója és segítője volt dr. Tötös Gábor, aki Szekszárdot nagyon jól ismerte, és ennek az egésznek a mottója, címe lehetne a tanösvény, ami minden tábla tartalmát végig követi, ez pedig a szellemi örökség egymás mellett élés. A tanösvény hét állomása a városba települt németség szerepéről, helyi épületekről, szokásokról, értékekről, különlegességekről, a város fontos személyiségeiről, és természetesen a híres szekszárdi borokról közvetít élményszerű információkat. Így akár növelheti a város turisztikai vonzerejét is. A tájékozódás tanösvénytáblák, interaktív elemek és kísérőfüzet fogja segíteni. A templomkertből indulna az első állomás, aztán a Bezérédi utcában lenne még kettő tábla, és akkor most el is mondanám azt, hogy miért pont a Bezérédi utcán. Pontosan azért, mert a Bezérédi utca valamikor a Német utca volt, és német polgárok házai és mesteremberek laktak itt, akikhez történetek is kötődnek. Aztán a Szent János Pál kápolna, hiszen ezt a kápolnát is németek építették. Aztán tovább haladva ugye az Auguszt ház, hiszen Liszt Ferenc és Auguszt Imre barátságáról szóló történet kapcsolódik a németséghez. Felfelé a Német Színház Deutsche Bühne, hiszen egyedül álló az országban a Deutsche Bühne, az ő története, céljai, és egyben a város kulturális értékeit bemutató tábla lehetne ez. És legvégén, természetesen ha Szekszárdról van szó, akkor a borászoknak is táblájuk lehetne, mégpedig a Vármegyeháza udvarán a Borkút mellett gondoltuk ezt a táblát elhelyezni, és mind azon borászok, akik évszázadokon keresztül generációról generációra átadták a borkészítés kultúráját. Német származásúak, német gyökerekkel rendelkeznek, 8 ilyen család van Szekszárdon. Felvetődik a kérdés, most akkor kinek jó? Hát nyilván, hogy az idősebb generációnak jó, akik még tudnak nekünk még a történeteikből is mesélni, és ismerik a németség kezdetét és életét itt Szekszárdon.
aztán jó maguknak, a szexárdiaknak is, hiszen a szexárdiak se is információhoz juthatnak azáltal, hogy a német nemzetiség története hogy alakult itt Szexárdon. Aztán jó az ifjabb generációnak is, akikhez egy kicsit közelebb visszük ezt a régmúlt történetet. De mielőtt beadjuk a pályázatot, mindenképpen a Szexárd megyei jogóváros önkormányzatával megállapodást kell kötnünk, hogy kaphassunk egy kis zöld utat ennek a megvalósításához.